Május közepétől beindultak a vívóedzések a szekszárdi kórház esénél. A három éve elindított nyári táborokat is a közelmúltban két hétvégén szintén megrendezték. A vírus okozta kiesés miatt, ha valamikor, akkor most tényleg szükség volt ezekre az elmélyültebb foglalkozásokra, kezdőknek, haladóknak egyaránt. Azokkal a gyerekekkel, akik legyenek kezdők vagy éppen haladók, azokkal sokkal komolyabban technikai szinten tudunk foglalkozni. Ez szombat és vasárnapi időszakban van. Két hétvégét tartjuk, viszont 8-tól egészen délig, tehát ez összesen 4 óra egy szünettel. Sokkal több idő jut arra, hogy a technikával, a hibajavítással foglalkozzunk, és olyan egyéb kiegészítőket, vívást vagy mozdulatot, mozgás segítő kiegészítő eszközöket is tudunk használni, amit egyébként lehet, hogy az edzéseken nem. A képzésben egyre fontosabb egymás elleni asszók megvívására, és annak kielemzésére is több idő van, mint az évközi, szokásos, hétközi edzéseken. Akár a kicsiknek, akár a nagyoknak tudjuk azt biztosítani, hogy egymással dolgozzanak, hogy egymással gyakoroljanak. Olyan eseteket, vagy olyan helyzeteket próbálni, amit az asszóban, akár versenyen megélhetnek, és tudjanak reagálni ezekre. A kórházese vívó szakosztályának a fele elfogadta a meghívást a táborba, 12-13 kisebb-nagyobb fiú, illetve lány vett részt ezeken a tábori edzéseken. Köztük olyanok is, akik éppen csak egy éve látogatják Garai előtt törvívó edző foglalkozásait a sportág főhadiszállásának számító DNS Valéria általános iskola kis torna termében. Koller Bíborka Mária a kezdők közül nagyon várja már, hogy élete első versenyén részt vehessen, a heti két edzés és a nyári tábor után. Ez úgy kezdődött, hogy sok helyen láttam a vívást, és Pécsett a Szamárfül Fesztiválon ott próbáltam ki először, és megtetszett, és ugye volt itt Szekszárdon, és akkor megpróbáltuk. A kezdőcsoportból gyakorlatilag idáig, az év végéig mindenki eljut egy olyan szintre, ami gyakorlatilag arra teszi lehetőséget, hogy egymással tudjanak már asszózni. Tehát nem csak a lábunk, az egyéb technikai alapok megvannak, hanem körülbelül az év elejéig már egymással tudnak gyakorolni. És gyakorlatilag eljutunk néhány hónap után, tehát igazából majd májusig, hogy gyakorlatilag mindenféleképpen kell egymással. Hiszen ez egy olyan sport, egy olyan küzdősport, ami két fél között zajlik, tehát muszáj nem csak velem, mint edzővel gyakorolni valamit, adott feladatokat, hanem egymással kell. Úgy, ahogy gyakorlatilag minden egyes vívónak más a stílusa, más a felépítése, más a technikája, ezeket megpróbálni elsajátítani, én segítek abban, hogy az alapok meglegyenek, azokat a hibákat próbáljak javítani egyébként is a tábor alatt is, amit ugye látunk, tehát akár videófelvétel alapján, hiszen múlt edzésen videófelvételt is készítettünk, és aztán közösen kielemeztük, és kívülről megint csak máshogy látja ugye a saját magát a gyerek, a tanítvány, hogy hol vannak a hibák, el tudjuk mondani, hogy mi az, amit nem jól csinál, nem jól tart kézzel vagy lábbal, milyen tempóval megy, és akkor tudja javítani. És ez fontos, hogy ezekben az ilyen időszakokban ugye gyakorlatilag ezt is elsajátítsák. Az elmúlt 3 évben, hála a bőkezű központi támogatásnak, már rendelkezésre álltak és állnak azok a korszerű technikai berendezések, amelyek szükségesek a képzéshez, az ügyes, rátermett gyerekek tehetségének kibontakoztatásához. Garai előd örömmel újságolta, birtokukba került időközben az a felső vezetékes találatjelző rendszer, ami nagy segítség. A válságos helyzet fokozatosan megszűnt át. Ma már a kórházese vívói újra rendszeres látogatói a regionális versenyeknek, és a legjobbak az országos döntőben való szereplést is kivívják a diákolimpiákon. Lambert Barna 4 éve törvív, sajnálja, hogy az idén a járvány miatt nem mérettethetett meg a diákolimpia országos döntőjébe. De ami késik, nem múlik. Kisebb versenyeken már bemutatkozott, szép eredményeket elérve. Az első év még nagyon így a megismerkedés volt a sportággal. Először még ugye mindent be kellett gyakorolnunk, aztán igazából a második évtől kezdve jártunk el igazán versenyekre, ahol egyre több tapasztalatot sikerült szereznem, és idén már ez meg is mutatkozott.
A szekszárdi vívótáborban egy volt paksi tőrvívó is segítette Garai Előd munkáját. Imrére a hétköznapokon is szükség lenne, tekintettel arra, hogy a szekszárdi sportág alapító, civilben szemészfőorvos Vastag Oszkár még besegít, ám hosszú távon ennyi gyerekkel valóban el kellene még egy szakember. Az Istvánnal mondjuk egyelőre most még egy rövid kapcsolatunk van erre a táborra. Szívesen lejár, és ugye jó pár éve nem vívott, illetve jó pár éve nem nagyon mozgott, de szívesen segít, és látom, hogy nagyon aktív a rész vesz a munkában, meglátjuk, hogy esetleg ősszel tud-e bármivel segíteni, ugye mivel nem szekszárdi, hanem pakson, akik, tehát ez talán a jövő zenéje, hogyha meg tudom fűzni, akkor tud segíteni. Akár úgy is, hogy Pakson, ahol immáron 20 éve megszűnt a vívósport, az általa felfedezett ügyes gyerekeket Szekszárdra a kórház eséhez irányítaná.